Amikor magamról kell beszélnek, kicsit zavarba vagyok, mert nem annyira nagy zavarba, mint voltam 14 évvel ezelőtt, amikor először kellett szembesülnöm azzal, hogy én akár érdekes is lehetek mások számára. Nem tudom, hogy így van-e ebbe, azért nagyon nem mélyülnék el ebben a hitben. Tehát az alapjaim azok meglehetősen stabilak voltak. Volt egy kántortanító nagypapám, egy bencés gimnáziumot végzett édesapám. Tehát otthon a családban mi hittanra jártunk, minisztráltunk a templomban. Annak ellenére, hogy körülöttünk azért a szocializmus elég stabilan élte a maga életét. Tehát ebből is fakad az, hogy a rendszerváltoztatás után az én identitásom az jó darabig alakult. Tehát inkább figyelő pozícióban voltam, és néztem, hogy ki mit mond, és azt hogyan tudom én összehangolni a saját értékeimmel, elveimmel, hogyan tudom kialakítani a saját karakteremet. És amikor 98-ban fölkértek arra, hogy legyek kormány szóvivő, akkor azt éreztem, hogy jó irányba megyek, és aztán ezt a hitemet megerősítette az a 4 év munka, amit közösen végeztem azokkal, akik közül többen most is képviselik kormányon az országot. Tehát az én identitásom az ott forrott ki. Azt hiszem, hogy a rendszerváltoztatás után sokan formálták az identitásukat, főleg azok, akik hasonló korúak, mint én vagyok, és döntöttek arról, hogy számukra mi a vonzó és helyes világ. Hol vannak otthon? Mindig ezt kerestem, hol vagyok otthon, és ezért azt tudom mondani, hogy 2002 után a Hír TV-ben is valami olyasmit volt lehetőségem tenni, ahol otthonosan éreztem magam, és a heti válasznál meg kifejezetten. Azt gondolom, hogy a heti válasz én vagyok, én tudom segíteni azt a közösséget, annak a közösségnek a tagjai, azok formálnak engem is, és hát természetesen egy közösség vagyunk mindazokkal, akik megvásárolják és olvassák ezt az újságot, vagy akik írnak benne. És ez egy nagyon nagy élmény, mi hatunk egymásra. Hogy aztán ez hogyan áll összhangban a keresztény Európával, nyilvánvalóan következik belőle, hogy valamit mi hiszünk a világról. Az nagy kérdés, hogy ebben a hitben mennyire vagyunk erősek, mennyire gondoljuk, hogy ezt a hitet meg kell védeni, ezt a közösséget meg kell tudni védeni, vagy kiszolgáltatjuk magunkat éppen aktuális áramlatoknak, legyenek azok érték áramlatok, divatáramlatok vagy emberáramlatok. Tehát az Ordo Caritatis, a szeretet rendje, a számunkra rendkívül fontos. Tehát ebben a zűrzavarban is tudnunk kell támaszkodni valami olyasmi irányelvre, amely bennünket segít abban, hogy mit kell tennünk. Mit kell tennünk egyénként, mit kell tennünk közösségként, hogyan tudjuk védeni azt a világot, amelyben hiszünk, és hogyan tudunk egyébként mások baján is, ugyanak mások bajához is viszonyulni. Úgyhogy most nagyon széleset fogtam, tehát nem gondolom, hogy innen tudom folytatni. Azt gondolom, hogy mi kicsiben mindig a nagyot figyeljük. Tehát amit említettél, hogy stratégiai gondolkodás, és itt szó volt a beszédben is arról, hogy nagyon kell látnunk, hogy merre megyünk, azt soha nem szabad elvétenünk, mert ha túl közelről nézzük a dolgokat, akkor elfelejtjük, hogy mi is a helyes irány. És ebből a szempontból a heti válasz szeretne egy stabil bázis lenni saját újságírói, az írók számára is, meg azok számára is, akik bennünket választanak, hogy miközben természetesen mi is megújulás előtt állunk, tehát jövőre például layoutot fogunk váltani, kicsit belső struktúraváltás lesz, de a heti válasz a változások közepette is ugyanaz marad. Mindenkor szeretnénk megfelelni az aktuális kihívásoknak, de közben nem változtatni azon, akik vagyunk.